151 versenyző nevezett az idei jubileumi 25. Budapest Baja evezős versenyre, ami az elmúlt 10 évet tekintve csúcsnak számít. A kutyameleg, az alacsony vízállás és az enyhe déli szél miatt már a rajtnál borítékolni lehetett, hogy a rekorddöntés ezúttal el fog maradni. A 165 kilométeres távot összetedben végül a dr. Varga József, Simon Gergely, Tamás Bence összeállítású hajó nyerte 10 óra 32 perces időeredménnyel. Nagyon vegyesen jöttetek három egyesületből, hogyan jött létre ez a hajó egyáltalán? Úgy jött létre, hogy szerettünk volna nagyon jól levezni hosszú távon, és a két úr úgy gondoltam, hogy jó lesz motornak a hajóba. Én öregesen majd beülök a kormányba, ők meg húznak majd helyettem. Így jött össze a csapat. Fedi a valóságot, valóban csak ti ketten neveztetek? Nem, természetesen mind a hárman neveztünk az egész táv során. Mind a hárman keményen oda tettük magunkat. Hogy lehet ezt feldolgozni egyáltalán agyba, hogy fogjátok és több mint 160 kilométert leveztek? Feldolgoztuk. Levezés közben gyorsabban repül az idő, úgyhogy az első felét a távnak igazából nem is érzékeltük, hogy eltelt. Aztán a második fele kicsit nehezebb volt, de itt vagyunk. Hogy van ez, ilyenkor magatokba beszélgettek, vagy azért egymást is biztatjátok? Szoktunk beszélgetni egymástal, de elég hallgatagak vagyunk mind a hárman, de azért biztatjuk a csapattársainkat. Egy-egy jó összeszedett közös ülés, amikor éppen úgy egymás mellé kerül. Közös ülésről beszélsz? Közös ülés, hát közösen együtt ülünk a bajóba. Tehát egy-egy fél órák, amikor nagyon jól sikerülnek, akkor nagyon szépen megdicsérjük egymást. Számítottok ekkora sikerre? Győzni jöttünk ide, úgyhogy mondhatjuk, hogy számítottunk erre. Mindenképpen ez volt a célunk, és sikerült is elérni. Laikus vagyok hozzá, de ránézésre talán nem ez a leggyorsabb hajó a mezőnyben. Hát valóban ez elméletileg a leggyorsabb hajó egység, a Killboat. Ugye csak ketten neveznek, és egy kormányost el kell húzni, ráadásul elég széles is a hajó. De az viszont a előnyünkre vált, hogy tudtunk cserégetni egymást, és mindig egy óra vezés után fél óra pihenőjárt. Te vagy rangidős a csapatban, pontosan hányszor csináltad meg, és miért jó ez neked? 16-szor csináltam meg. Miért jó? Azért, mert imádok evezni, és imádok hosszúkat evezni. Egy csodálatos érzés, és szeretek győzni is. Nem, sokszor. 14-szerre nyerem meg a Budapest Baját. Az adott kategóriában, igen. Összetettben először lettünk elsők, mert mindig Killben jövök, vagy pedig olyan hajóegységben, amik lassúak. Ez összetettben, ez az első győzelme. Az összetett második helyen egy 8-as hajó végzett, benne egy bajaival, Cselinác Jánossal. Hát Csella, azt mondták, hogy egy bajai csepeli egység, de mintha csak te lettél volna benne bajai, hogy lehet ez? Igen, csak én voltam benne bajai, nem csak csepeli, hanem műegyetemi evezős klubból is volt benne egy evezős, aki most csak erre az egy versenyre jött haza Izraelbe, mert kint dolgozik. Hát így alakult. Azt hiszem 7 csepeli, egy bajai és ugye egy műegyetemi evezős klubban. Egész egyszerűen felfigyeltek rád és megkerestek, vagy régi haverságról van szó? A műegyetemi evezős klubos fiatalemberrel és az egyik csepeli az kortársam, velük szoktam ugye versenyezni, és akkor megbeszéltük, és a csepeli klubból még gyűjtögettek fiatalokat, mert elég fiatal versenyzőkből állt a csapat. Összesítésben a második helyen végeztek, ráadásul egy olyan egység mögött, akik csak hárman voltak, ti meg 8-an. Mivel magyarázod ezt a szánalmas kudarcot? Abszolút nem volt kudarc. Nekem ez volt az első Budapest bajám és a fiataloknak is. Hát mi túrával indultunk el, hogy csak szépen nyugisan lejövünk, teljesítjük a távot, mert ugye már ez is egy nagy dolog, meg ez is embert próbáló. Aztán ugye a táv felénél elkezdett igencsak haladni a csapat, és nyomtuk, ahogy csak tudtuk. Meg a másik három úriemberről tudni kell, hogy ők egész évben erre készülnek, erre a hosszú távú versenyre. Hogy csak az első Budapest baját, valakinek már itt a 16. Hát hál' Istennek eddig mindig úgy alakult, hogy a világversenyek a Budapest baja után voltak, és akkor emiatt nem fért bele a felkészülésbe. Ez jó volt vagy rossz? Ma mostani. Nem, hogy nem kellett leevezni 160 kilométert. Jó volt, de mivel ez a 25. Budapest baja, úgy éreztem, hogy most muszáj elindulnom, és teljesen ezt a távot. A harmadik helyen Bene Dorottya és Vancák Gergely futott be. Másnap délelőtt az 500 méteres sprint számok következtek, majd délután az ünneplés.
A Dékioszton Bartos Nándor mellett többek közt beszédet mondott Bajaváros korábbi polgármesterei közül Szél Péter, valamint Réfi Zoltán is, aki személyesen is teljesítette a távot. Király József önkormányzati képviselő azonban ezt legkorábban jövőre teheti meg, ha összeül az első látásra verhetetlennek tűnő Bartos Király dubló. Nándi, igaz, hogy arról győzködöd a képviselőt, hogy jövőre személyesen is evezzen le Budapestről Bajára? Hát én nagyon szeretném, hogyha leeveznéd, de... Nekem ilyen támosság, mert elnézik. Össze fog ülni a Bartos Király dubló. Érdekes történet lenne egyébként. Nekem ilyen támosság, mert elnézni sem egy már. De nagyon tisztelem azokat, akik ezt meg tudják tenni. És ahogy itt most láttuk, itt ugye sok érmet osztottunk ki, meg díjat, meg én azt hiszem, hogy ez mindenki bajnok volt, mint ahogy a Freddie Mercury énekelt. Ez mindenki bajnok, akit ezen elindult, az már mind az. Akkor ezek szerint összeül a dubló jövőre. Én szeretném. Nehéz súlyba? Ólom. Ólom súly. Én boldog vagyok, hogy nem történt semmilyen baleset, amit a legfontosabbnak tartok. Azok az egységek, akik föladták, azok nem akaraterő probléma miatt adták föl, hanem hajósérülés miatt. Nagyon toleráns volt a komp, aki kíséri a versenyt, mert azt, aki még az utolsó pillanatban is, még az utolsó erejét is össze tudta szedni család után, azt is hajlandó volt bekísérni, mert egy órával előtte már hivatalosan be kellett volna fejezni a versenyt, de látták, hogy akkora harcot vívnak az elemekkel, hogy inkább megvárták. Tehát nagyon sportszerű volt, nagyon szép. Úgyhogy tulajdonképpen egyetlen egy egység se adta föl azért, mert elfáradt, vagy mert már nem bírta. Úgyhogy ez ami nagyon jó érzés. A másik, amikor a Dékioszton beszélgettünk, elmeséltem, hogy veszélybe van a verseny, mert egyre többe kerül, és egyre kevesebb a szponzor, egyre kevesebben segítenek. És itt akkora volt a felháborodás, hogy úgy érzem, hogy lesz akkora összefogás, hogy meg fogjuk tudni rendezni jövőre is. Ami nagyon fáj viszont az, hogy az MT-nek leadtuk az anyagot, és hogy a megyei meg a városi média az maximálisan közölt, tehát az országos média az nem foglalkozott vele, és ez nagyon-nagyon rosszul esik, hogy rengeteg celeb jellegű sporttal, meg szakmai érték nélküli sportokkal foglalkoznak, vagy ha sporteseményben haláleset van, vagy bármi, akkor az mind izgalmas, és az ekkora érték, hogy a 160 kilométert leevező emberek feletti munkáját ennyire nem értékelik, és ennyire nem értik, az egy tragédia. Szóval a szegénység bizonyítványa a médiának. Milyen lett a halászai, Nándi? Talán lesz olyan, mint amilyen tavaly volt, de puding próbálja az evés. Úgyhogy ha nagyon nagy lesz a csend, akkor szerintem jó sikerült. Úgy néz ki, hogy nagyon nagy hibát az idén se követtünk el. Nos, a halászlé jól sikerült, így mindenki reménykedik, hogy a hagyomány nem szakad meg, és jövőre is lesz Budapest Baja hosszú távú evezős verseny. Főleg a nemrég az U23-as világbajnokságot is megjárt két bajai egység, mely ezúttal egy négyes hajóba ült, és lett összetettben ötödik, és akik az ingyulladást szenvedett Csalinács Jánossal való szolidaritásként a Dékiosztóra mindannyian bekötött kézzel jelentek meg. Könnyű ingyulladásom van, nagyon fáj. Trabant a baleset volt? Tessék? Trabanttal volt baleset? Hát, ja, nincs benne szervú.